Sziasztok! A mai Sweet Kitchen epizódban ezt a tortát fogom elkészíteni nektek. Nem a klasszikus értelemben vett Pavlova torta ez, hiszen lehet látni, hogy van itt egy vajas piskóta réteg, illetve azon van egy habcsó krém gyakorlatilag, közte pedig egy jó kis lágy tejszínes mascarpone is történet, ami van még málna is, úgyhogy szerintem ilyen tuti lett, most pedig nézzük, hogy hogy készül. Első körben, mint ahogy minden sütinél, először a tésztát fogjuk elkészíteni, ehhez vajat, illetve cukrot fogunk habosra keverni, aztán majd jöhet a többi hozzávaló. Most, hogy elkeveredett a vaj és a cukor, jöhetnek a tojások. A tésztába csak tojássárgáját fogunk használni, a fehérjét viszont elrakjuk a habcsók réteghez, úgyhogy jöhet is 6 tojás. Most pedig folyamatos keverés közben hozzáadagoljuk a tojássárgájákat a vajhoz, aztán pedig jöhet bele a tej, illetve a vanília aroma. Most pedig jöhetnek a száraz anyagok, a liszthez fogok rakni egy csipet, már összevisszanyúlkáltam. Pedig jöhet a száraz anyag, ami ugye liszt jelen esetben, fogok hozzá rakni egy csipet sót, illetve egy kis sütőport. Mehet is bele a lisztes keverék, majd elkeverjük az egész tésztánkat. Most pedig két kapcsos torta formába simítjuk a krémet, és 165 fokos sütőbe toljuk kb. 30 percre. Amíg sül a tésztánk, addig el tudjuk készíteni a habcsókos pavlova részt. Ehhez tojásfehérjét, illetve cukrot fogunk összemelegíteni vízgőz fölött, igazából belerakjuk a tojásfehérjét az üstbe, hozzámegy a cukor, összekeverjük és felmelegítjük. Most, hogy felmelegedett a tojásfehérje, illetve a cukor, ki fogjuk magas fokozaton habosítani, és gyakorlatilag kihűlésig kell ezt tennünk, úgyhogy ez egy ilyen nagyjából 5-10 perc lesz. Szép aranybarnára sültek a piskóták, úgyhogy jöhet is rá ez a habcsó krém. Annyit tettem még itt, hogy egy pici habcsókkal feltapasztottam így a torta oldalára sütőpapírt, ez azért kell, hogy utána szépen a habcsókról majd csak lehúzzuk, és gyönyörűen meg fog maradni, és nem kell körbe vagdosni a torta szélén. Úgyhogy jöhet is rá ez a kis habcsó krém a piskótákra, és aztán visszatoljuk őket a sütőbe egy ilyen 30 percre kb. Ja, és majdnem elfelejtettem, sütés előtt megszórom egy kis mandula lapocskával. Harminc percet töltött a sütőben a süteményünk, és utána még félig nyitott sütőajtónál hagytam egy 20 percet pihenni. Aztán most már langyosra hűlt, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy már átrakom egy rácsra, hogy alulról is szépen ki tudjon hűlni. Én erre általában két kést szoktam használni, és szépen alányúlok, és az egészet át tudom emelni, anélkül, hogy sérülne maga a torta, vagy bármi probléma lenne vele. A mascarpone-t egy üstben magas fokozaton kihabosítjuk stabil krém alappá, majd hozzárakunk 4 evőkanál porcukrot, illetve egy kis vanília aromát, átkeverjük, és ezzel kész is a krémünk. Most, hogy megvan a krémünk, a krémet rá fogjuk kenni erre az alsó tésztára, egy pár málnaszemet rárakok, hogy legyen benne valami kicsit ilyen fanyar, gyümölcsös érzés, aztán rárakom a másik piskótát, arra is egy pár málnaszem, és készen is vagyunk. Szerintem egyébként ez egy szuper jó nyári süti, főleg a málnak is fanyarságával, és ha bár tényleg nagyon édes, mégis így nyára szerintem tökéletes lesz, úgyhogy mindenképpen készítsétek el, írjatok kommenteket, meg küldjetek képeket róla, hogy elkészült. A Sweet Kitchen most egy rövid nyári szünetre megy, de ne aggódjatok, mindenképpen fogunk még találkozni. És ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, meg kövessetek minket Instagramon, TikTokon és Facebookon is. Jó sütögetés nektek, sziasztok!